minden jó volt, minden rendben volt. Tök jó volt, jó éreztem magam. Ja, megy még a stream. 2 perc múlva kezdődik a stream, végre ideértem, nem fogok elkésni. 6 óra az 6 óra, nincs miről beszélni. Hop hop, nem most gyerek ki. Nem, hiszem el kell mennem vécére, én ezt már nem bírom. El fogok késni a streamről. 2 percet késtem, de nem is én késtem, hanem az értesítés. Hát ez a vadállat YouTube nem küldi ki az értesítést, és akkor még én kések-e? Hát nem én késtem-e, hanem az értesítés. Mikrofon próba 1, 2, 3, 4, mikrofon próba. Hát azt nem hiszem el, hogy így recseg. Mi? De mi változott tegnap óta, hogy nem működik a mikrofon? Vagy recseg? Hát semmit nem állítottam el. Másik monitort elfelejtettem bekapcsolni. Rendben van, ott fogom olvasni a chatet. Oké, de miért? Miért? No signal. Mi az, hogy no signal? Miért írod ki, hogy no signal, te állat? Megborotválkoztam, oké és jó, póló van rajtam. Hát, közelről egy kicsit csúnya vagyok, mindegy. Nem ezt fogják nézni. Első komment, mekkora pattanás van a fejeden, Nadani? Hogy veszik észre a pattanást a fejemen? Hát innen látszik a kamerából. Hát csak úgy virít itt a fejemen. Már megint légy van a szobába. Légy, te állat! Hát nem hiszem el, hogy most kell bejönnöd ide. Lecsapom Reptibe. Reptibe lecsapom a legyet. Ott van a softboxon. Jaj, az, bocsánat, softbox. Nem akartalak softbox bántani. Nem sikerült lecsapni a legyet. Mert ott repült az állatja. Így nem tudom elkezdeni a streamet, mert tiszta ideg leszek élőadás közben, ha így zümmög meg repked ez az állat. A donéteket légírtóra fogom küldeni. Hát most már hihetetlen. Érzem, hogy valami nem jó van. Igen, a fény. A fény. Nincs bekapcsolva a fény. Nem igaz már, hogy nem tudom beállítani a softboxokat. Hát kiég a retinám, hát így hogy streameljek? Mire vége van a 3 órás streamnek, már folyik a szemem. Hát ki találta ezt ki, van rajta valami védőfedés is, de attól is megvakulok. Egyszerűen megvilágosodok, és akkor írják a nézők, hogy mi van az, Dani, mély fénylik a fejed. Hát a softboxtó, drága kedves néző. Ez az, a legnagyobb akció van. A legnagyobb akció van, kedves nézők, hát rég volt ilyen akció, hihetetlen! Mi történt? Elment az internet, már jönnek is az e-mailek, az Instagram üzenetek, hogy Dani, megállt a live! Tudom jó, hogy megállt a live, én vagyok a legrosszabb, hogy megállt a live. De miért most kell mennie a legnagyobb akció közben az internetnek? Hát teljesen rosszul vagyok. Főment a vérnyomásom. Miért most kell? Visszajött, rendben van. De hát most már lemaradtunk az akcióról. Visszamenni, újraindítani az OBS-t. Bocsánat, sziasztok kedves nézők, ne haragudjatok, áramszünet van. Ákos, ne Fortnite-ozzál már, légy szíves, és ne kiabáljatok, ha streamelek. Hát hány szó kell szólni nektek, hogy behallatszódik, ahogy úgy visítotok, mint a bátyjátok. Hát hihetetlen, behallatszódik a streambe, ahogy Fortnite-ban killeltek valakit. Mit tudom én, hogy mit játszotok, de állandóan belehallatszódik. Légy szíves, maradjatok csömbbe. Vége a streamnek, 3 órát itt voltam. Jaj, de jó volt, minden rendben volt. Tök jó volt, jó éreztem magam. Ja, megy még a stream. Jó, rendben van, nyugi, Dani, nem látták, hogy az orrodba turkálsz. Maradt még 200 néző a végéig, nem baj, semmi baj. Na sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, elérkeztünk a következő GTTP live-unkhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, hát ma ezt nem hiszem el, hát leesett a bitráta, valaki megette a bitrátát. Hát bitráta, 5000-es bitráta, helyett van 1400, hát tiszta piros az OBS. Várjatok, kedves nézők, ne haragudjatok, óriási laggom van, mert hát valaki megette a bitrátát. Ez a vadállat bitráta nem bír magával. Kis türelmet kérek szépen. Most kell viharnak gyűnnie? Most kell? Persze! Egész nap ráér, egész nap nem kell megérkezni a viharnak. Este 6-kor, amikor kezdem a streamet, akkor kell megérkeznie. Bocsánat, kedves nézők, hát hogyha áramszünet van, vagy nincs internet, akkor cunami van, meg ilyenek. Néha azt érzem, hogy csak velem fordulnak elő ilyen dolgok. Jó sokat streameltem máma, kicsit be is vagyok pálva.
Dugon a zöld háttér, bocsánat, nem tudom, lehet, hogy be kell állítanom még jobban a fényeket. Azt a mekkora donét érkezett, hát köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, a csatornatagságot, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen mindenkinek a megosztást, a lájkokat, a feliratkozást, nagyon hálás vagyok érte, igen, na megjelentek a könyvelők, igen, adózok a donét bű. Igen. Jó, bocsánat, mindjárt ide hányom, de értitek, kedves nézők, egész nap nem tudok büfögni, de ilyenkó, meg live-ba, meg büfét büfögöm magam. Mi van, izgúz, Anton, izgúz? Hú, de csúnyán beszél valaki a cseten. Kérem szépen a kedves moderátorokat bannolják, köszönöm szépen, nagyon kedvesek vagytok, és hogy segítitek a munkásságomat. Nem fókuszál a kamera, elment a fókusz. Hiába vigyorgok bele a kamerába, egyszerűen elment a fókusz. Fókusz, gyere már vissza! Nem hajlok közelebb, mert megijednek a kedves nézők. Így is azt mondják néha, hogy ijesztően vigyorgok. Na bocsánatot kérek szépen, nem tudom, elszállt a fókusz. Na most az ujjamat befókuszálta, várjatok! Na most jó, most nagyon jó, most jó a fókusz, jó a fókusz. It's my life, it's never never. I just wanna live forever. I just wanna live for right to life. Ezt nem hiszem, mert nyitva van az ablak. Lehet, hogy a szomszéd hallotta a szép éneklésemet. Itt van mellettem a radiátor, meg a másik oldalon a ventilátor. Mert nem tudom eldönteni, hogy néha fázok, vagy melegen van. Lehet, hogy ventilátor őszre már nem kellene. Ennyi lett volna ez a videó, bízom benne, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Köszönöm szépen, hogy olyan sokan ott vagytok élő adásokon. 6-tól 9-ig szokott lenni általában heti 6-szor, de hogyha nem 6-szor, akkor 5-ször biztos, úgyhogy várlak benneteket esténként 6-tól 9-ig. Egy kis jókedvre, egy kis játékra, úgyhogy ott találkozunk. Köszönöm szépen, sziasztok!